Mi történik a vízzel, amikor a napsugárzás ér? A melegtől a víz mit csinál? Elpárolok, bizony. Nagy csoportosok látogattak el a Futurába, immár negyedik alkalommal. A buborékol a víz, szerinteket mi van a tenger alján? Az ovis bérlet rendkívül népszerű a környék óvodáinak körében. A gyerekek alkalmanként egyes szintet járnak végig. A kicsik élvezettel próbálták ki a játékokat, így játszva tanulhattak a másfél óra alatt. Azt is megnéztük, hogy alakul át a föld, pumpáltunk. Tudunk gátat építeni, mert abban hajók is vannak, meg ilyen mágneses gát. A víz, a föld, a tűz és a levegő szintjén interaktív játékok segítik a gyerekeket a világ és a tudományok megismerésében. Az óvónők munkáját nagyban segítik a Futura munkatársai, akik megtalálják a közös hangot a gyerekekkel. Húzd meg újra a ravaszt! El is robban! Egy megvan! A húsvéthoz kapcsolódóan több programmal is készülnek a következő héten. Március 26-ától minden nap különböző kémiai kísérleteket tekinthetnek meg az érdeklődők, melyek főszereplője a tojás. A barna héjú tojásban lévő porfirineket, a tömény sósav ezeket kioldja a héjából, és UV-fény alatt megvilágítva ezek úgynevezett fluoreszenciát mutatnak. A Futurában elhelyeztek egy mobilkeltetőgépet is, mondja Horváthné Pákozdi Emese, intézményvezető. Ha minden jól megy és a számításunk bejön, akkor nagy pénteken vagy nagy szombaton fognak a kis csibék kikelni, akik egész április 1-ig, húsvét hétfőig nálunk fognak vendégeskedni. Az élményközpont húsvét hétfőn is nyitva tart majd, a csibekeltetés és tojásfestés mellett tojáskereséssel is várják majd a családokat.